estét kívánok! Mindenkit nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök. Ma esti kellemes beszélgetésünkön vendégünk, és köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Gál Kinga, Európai Uniós Parlamenti Képviselő, és te hozott nálunk. Köszönöm szépen a meghívást, megtisztelő különösen halva, hogy milyen vendégek jártak itt előttem, és hát köszönöm, hogy elfáradtak ide, értem ma este. A szabad akkor először a családról kérdeznélek, beszélgessünk egy picit róla. Milyen érzés négy fiú gyermek édesanyjának lenni? Mennyire voltak zsiványok kiskorúban? Mennyire segítik ma a munkádat a fiúk? Azt gondolom, hogy ez az életem legfontosabb eredménye, ez a négy gyermek. Nagyon büszke vagyok rájuk, és azt kell mondanom, hogy nincs annál csodálatosabb érzés, mint amikor együtt van a család. Nem mindig könnyű ez a helyzet, különösen akkor, ha sokat kell utazni, meg ugye szanaszéjjel élünk, mint én az utóbbi 20 évben, én már európai parlamenti képviselőként, de a családra mindig számíthattam, és a gyerekek mindig segítettek ahhoz, hogy két lábbal a földön maradjunk, maradjak. Mindig gyorsnak kell lenni, és effektívnek, ami aztán segít a politikában is hozzá kell tennem. De hát mai napig számon tartják az életemet, minden pedig most már szanaszéjjel repültek, és, és mindig megkapom a szükséges biztatást ahhoz, hogy, hogy érdemes legyen újabb és újabb nekilendülésnek, meg akkor is, ha nagyon kemény időszakokat tudunk magunk mögött, meg még tudunk majd magunk előtt sajnos. Ennyi, ennyi fiú vagy férfi között élni, Azért határozottság kell a részedről, és gondolom azért minden nap kapod ezt a szeretetet, az udvarlást, a pozitív gondolatokat. Engem kényeztet ez az öt férfi ember otthon, ami nem jelenti azt, hogy nincs feladat, meg nincs munka, de az úgy jó. Én ebben nagyon szerencsésnek, és úgy érzem, hogy a, a, mindig azt szoktam, hogy a Jóisten nagyon szeretett engem, hogy, hogy ilyen férfi emberekkel élhetek együtt. Mi három voltunk otthon, de édesanyám rendbe tartott mind a hármunkat, tehát biztos, hogy kell hozzá egy ilyen határozottság. 16 évesen költöztél át Magyarországra, előtt ugye Nagyváradon éltél, Kolozsváron születtél. 16 évesen nagyon nagy törés volt ott hagyni a barátaidat? Hogy érezted ezt? Azt kell tudni, hogy a 16 éves átköltözésem az már azt megelőzte egy nyolc éven keresztül zajló folyamat, amikor arra vártunk, hogy átkerülhessünk Magyarországra a szüleimmel. Úgyhogy az, ez a legkeményebb Ceausescu idő, 86 környéke, és ezért aztán egy nagy megkönnyebbülés volt átkerülni. És, de hát, 16 évesen egy nagy kihívás is egy teljesen új rendszerben, új iskola körülmények között és új gondolkodásmód elvárásoknak megfelelni. Szerintem sokat segített, edzett, edzett engem az élet. És tegyük hozzá, hogy a Marás Gimi, nem a legegyszerűbb, nem a legkönnyebb gimnázium, úgyhogy ott is helytelni. Azért az is Én először a fazekas gimnáziumban kezdtem Budapesten, de aztán elindult, abban az időszakban indult el, hogy 87-88-ban a, a külön tannyelvű gimnáziumok, és mindenáron nyelvet szerettem volna tanulni, és a Madár gimnáziumban volt az az angol e, emelt tannyelvű e, gimnázium, úgyhogy ez a, ez a e, nyelvoktatás. Forma, úgyhogy ezért váltottam aztán a fazekasba, de mind a két helyen mai napig maradt meg nagyon jó kapcsolat a, a volt osztályok és osztálytársakkal. Humán beállítású, vagy alapjába? Igen, Határozottan igen. <laughs> Otton kiszámolja ki a számlákat? Hát a, a férfiak, akik körbevesznek, abból három, az viszont. Igen, is reál, úgyhogy... És a férjem az nagyon is reál beállítottság, úgyhogy ilyen szempontból kiegészítjük egymást. Ez teljesen jó. Gyerek, gyerekkori emléked van olyan, amit úgy gondolsz, hogy nagyon fontos, és nagyon jó, és nagyon kellemes. Tudjuk, hogy ilyenből sok van az ember gondolataiban. Mi a legkedvesebb emléked? Oh. Karácsonyok a Hargitán, amikor úgy szakad le a hó, hogy a gépkocsival nem lehet elindulni utána napokig, vagy elmegy az áram, és akkor gyertyafény mellett van olyan karácsonyi emlékem, ezt, ezt soha nem felejtem el, hogy semmi más nem maradt, mint a, 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 a Bibliát olvastunk, és azt, azt nem lehet elfelejteni, az mindig megmaradt. De, de a nagyváradi évek is nagyon szépek voltak, én nagyon szerettem színházba, Járni. Nagyon színvonalas előadások voltak abban az időben is a Magyar Színházban, és, és egy csodálatos iskolába járhattam, nagyon komoly, nagyon jó tanárokkal, úgyhogy volt egy jó közösségi élet. Mindig arról szoktunk beszélni karácsony előtt, hogy imádkozunk azért, hogy végre legyen egy havas karácsonyunk, hogy jó lenne az unokátnak megmutatni, hogy milyen is az, az sem már hosszú évek óta nem látunk havat karácsonykor. Hát most karácsony 23-án, karácsony előtti napon azért a mindenki végre itthon volt az egész család együtt, és bizony elővetették velem a sinadrágokat, a fiúk és a, felsőket, és tomboltak, pedig már a legkisebb is 20 éves elmúlt, de, de kihadzúrkodták magukat a hóba, úgyhogy öröm volt nézni. Én nem palaszkodom, mert az idén még az is jutott. A humán mellett, ugye, jogászi pályát választottál. Mikor döntöttél? Tehát ezt tudtad eleve, hogy te biztos, hogy jogász leszel, sőt, biztos, hogy nemzetközi jogász leszel. Mikor döntöttél így? Utolsó percig nem tudtam, hogy jogász leszek. De, de, euh, volt nekem egy magyar tanárnőm, akit. akit rendkívül szerettem, és felnéztem rá még a fazekas gimnáziumban, és mindig arra készültem, hogy én majd magyar-angol, vagy magyar-német szakos tanár leszek, és mondta hogy nem, nem, ezt, ezt ne, ezt ne, és utolsó percig nem tudtam eldönteni, hogy mi legyen, úgyhogy egy kalabbat Ból sorsot húztam magamnak. <laughs> és így jött ki a jogi egyetem, amit nem bántam meg. Jó nem volt bántam a, meg. Jó volt a különösen azután nem bántam meg, hogy rájöttem, hogy, hogy egy csomó mindent lehet tenni a, a határon túli magyar közösségekkel a kisebbségvédelem területén, és aztán erre már, már rá is álltam. kezdve meg egyértelmű volt, hogy ez lesz az az irány, ami, amit szeretnék uh, művelni. Mondhatjuk azt, hogy te voltál a kulcs a határon túli magyarok hivatalába, hiszen te tudtad felnyitni ezt a kapcsolatrendszert. Mind a mai napig azt látom, hogy a információkat hozol, tudást hozol, kapcsolatokat tartasz fönn, ez hihetetlen jól működik. Ezt te hogy élted meg akkor, amikor oda kerültél a hivatalba? Fontos volt beszélni a határon túliakkal. Tehát az egy, az egy és, és... Meghallgatni, hogy, hogy mi az ő kívánságuk, ők hogy látják ezt a kérdést, és adta magát, hogy azon túl, hogy meghallgatjuk őket, valahogy mindazt a, a problémát, ami amit ők megélnek, azt nem elég, ha mi Magyarországon látjuk, hanem a nemzetközi közegfele is közvetíteni kell. Úgyhogy én ebben láttam egy nagy feladatot, hogy ezt a az ismeretet, ami nekünk megvan, tapasztalatot, ami megvan, és látjuk, hogy mi történik, azt valahogy csatornázzuk be a nemzetközi világba, és ez nem volt könnyű. Mai napig ezen küzdök, mai napig minden Strasburgi plenáris ülésen van egy kisebb, ugye most már húsz éve valamilyen módon társelnök formában társelnöklem a nemzeti kisebbségek védelmért létrejött, Kisebbségi munkacsoportot, és gyakorlatilag azóta ezt, ez, ezt járjuk körbe. Újra meg újra a feladat az, az, az örökös, az ott van. Sokan nem tudják, főleg a fiatalabb korosztály, hogy itt azért volt olyan világot a 70-es évek végén, 80-as évek elején, amikor az ember odaért a határhoz, és gőzsbe volt a gyomra. Én nekem volt szerencsém középiskolás koromban bejárni teljes erdélyszinte végig. Én emlékszem, hogy mennyire féltünk, hogy mit vittünk, mit csináltunk, hogy egyszerűen befogadni nem lehetett. Tehát amikor mentünk és beívtak minket, székely család, hogy aludjunk ott náluk, szabályosan sunyogni kellett, hogy nagy hogy meglásson valaki, és feljelentse őket. Szörnyű időszak volt. Van. Ez így van, ezt akár nagyon vártunk Magyarországról mindig vendégeket, rokonokat, de hát ez egy komoly művelet volt, hogy hol letenni az autót, autót hogy eljutni, hogy ne legyen ennek semmilyen nyoma az akkori uh, szekoritáténál. Nemzetközi kisebbségi jogász vagy, mit akar ez elsősorban? Hogy gondolod, mi az arszpolitikát, mi a küldetésed ezen a területen? Hát egyrészt lehetőleg nemzetközi szinten garanciákat építeni a létező jogi intézményekbe, elfogadni olyan nemzetközi dokumentumokat, amelyek garantálnak anyanyelvi, oktatási, identitáshoz való jogot. De aztán ugye ez az, ez az egyik dolga a, jog, a jogásznak ezen a területen. A következő lépés az az, hogy hiába van ezer szép nemzetközi dokumentum, ha ezt nincs átültetve az adott ország jogába, tehát ott segíteni, hogy a kisebbség tudja elérni, a magyar közösség tudja elérni Erdélyben, Felvidéken, most éppen Kárpátalján, hogy a jogai garantálva legyenek jogi szinten, és aztán a következő lépés, hogy alkalmazva is legyenek. És ott van a nagy probléma, hogy még ott, azokon az orsz azokban az országokban is, ahol ez esetleg törvényi szinten garantált, még, még mindig nagyon nagy a lépés addig, hogy valóban ezt alkalmazzák is, és úgy tudjanak élni a saját szülőföldjükön ezek a közösségekhez tartozó egyének, hogy hogy Lássanak jövőképet, mert ez a nagy kérdés. Nem arról, hogy tudok-e élni, vagy nem, hanem látok-e jövőképet abban a, az országban a gyermekeim számára is, és az unokáim számára is. Nekem mindig, ami megdöbbentő volt, a józan parasztész hiánya, meg a jóindrot hiánya. Mert hiába, hogy leírunk jogszabályokat, ha az nincsenek betartva, sőt, még direkt hátrány keletkezik, akkor az olyan, hogy nekem feldolgozhatatlan. Nekem ez mindig szörnyű volt. Magyar Tudományos Akadémia főtanácsadó két évig. Mit takar ez, hogy én, én, azt hittem mindig, hogy akik a Tudományos Akadémián mondjuk elnök, annak nincs szüksége tanácsokra, mert ő már mindent tud. Elsősorban a nemzetközi kapcsolat építésben tudtam én tanácsot adni. Vizi Szilveszter volt akkor az elnöke a Magyar Tudományos Akadémiának. De ugye hoztam magammal a határon túli magyarok hivatalából ezt a, az érzékenységet, hogy mit lehetne tenni határon túl. Úgyhogy akkor hoztunk össze egy olyan lehetőséget, hogy határon túliak, akik akadémikusok lettek, azok kapjanak valamilyen apanást, hiszen volt közülük nagyon sok tudós ember, aki nyomorban élt, igaz volt ez Kárpátaljára, igaz volt ez abban az időben Erdélyben, úgyhogy az akadémia tudott rajtuk ilyen szempontból is segíteni. Illetve létrehoztunk egy olyan, akkor úgy hívtuk, hogy egy nyugati magyar tudományos tanács nevű intézményrendszert, ami segített, hogy a nyugaton élő Híres, elismert emberek legyenek azok a tudomány, a gazdasági élet világából, vagy a kultúra világában elért sikeres emberek, azok tegyenek Magyarországért és a határon túli magyar közösségekért. És egy egész hálózatot létre tudtunk hozni, ez azóta folytatódott, ma Friends of Hungary néven, Magyarország barátai néven működik tovább és mai napig számíthatunk ezekre az emberekre, különösen azokban az időben, számít, amikor most elkezdtek minket ugye 2010 óta keményen támadni, akkor, akkor számíthattunk kiállásra ezekről az emberek részéről. Hiszel abban, hogy mi magyarok különlegesek vagyunk, hiszen akár nézel az ABC betűinek a számát, ha nézed a kreativitásunkat, ha nézed a műalkotásunkat, amit a világasztalára letettünk, elfogultak vagyunk, vagy, vagy valójában így jár a gondolatunk, így jár az agyunk, egy hihetetlen isteni jó összetételünk van. Szerinted hogy van ez? Nagyon sok sikeres magyar emberrel találkoztam a világban, és akik. akik magyarnak tartják magukat, tehát magyarnak élik meg a sikerességüket. Aztán van egy nagyon jó anekdótám, egy időszakban egy német kisebbségkutatóintézetnek dolgoztam, nél dolgoztam jogászként, és az ENSZ-ben kellett a nemzetközi kisebbségi, tehát a nemzeti hagyományos és nyelvi kisebbségi kérdésekről vitázni, és az ENSZ megbeszélés szünetében óriási asztal köré leültünk, és kiderült, hogy mindenki, aki az asztal körött ült, bármilyen, legalább tíz országból voltunk, mindenki tudott magyarul. Azért ez sokat elmond, és rögtön értettük a szót, és hogy mi a dolgunk, mit kell tenni. Egyébként érdeket maga a nyelv is mutatja az ember, tehát... Én úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk összességében. 2004. Azóta vagy az EU-ban. Egyszerűen itt sokan el se tudják képzelni, hogy ez mekkora feladat, mekkora megtiszteltetés, mekkora teher is, hiszen a családanya vagy. Mennyit vagy távol? Hogy működik ez az Európai Unió? Hogy bírod egyáltalán ennyi éven keresztül hallgatni azt a sok dolgot, amit ott összeordanak? 2004-ben kerültem fel, akkor, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, az első között az Európai Parlamenti képviselők listájára, és én ezt akkor egy óriási megtiszteltetésnek éreztem. Akkor azzal a feladattal bíztak meg, hogy a határon túli magyar közösségek érdekeit, Képviseljem, vessem fel az Európai Parlamentben, és ezt igyekeztem is megtenni. Abban az időben még nagyon kicsik voltak a gyerekek, a legkisebb fiam éppen egy éves volt, úgyhogy ezt akkoriban úgy tudtuk megoldani, hogy kiköltözött a család Brüsszelbe. És azért a, a mindennapokban, a hétköznapokban azért ott volt az édesanyja reggel is, este is, és ha kellett, akkor közbe is, napközben is. Azt, azt mondtam, megtanítottak a gyerekek effektívnek lenni, és, és mindenhol ott lenni, ahol ott kell. Lenni, aztán debes, se, ez se volt egy egyszerű időszak, mert azt kell tudni az Európai Parlamentről, hogy nekünk minden hónapban egy hetet el kell tölteni, tehát a időszakot az Strasbourgban. Tehát ezért hiába volt a család Brüsszelben, azért én nekem Strasbourgban is kellett lenni, illetve itthon a feladatot ugyanúgy ellátni. hogy hát ahogy lehetett, jöttem mentem. Most már egyszerűbb, ahogy felnőttek a gyerekek, ez érdés, ez, de hát most a feladat is lett többrétű és sokrétűbb. Amikor a felszólalásokat ott hallgatod, mondjuk eredeti nyelve, mondjuk angolul, németül, franciául, esetleg románul, érted? Nyomon tudod követni? Tehát az összefüggéseit látod? Mert azért néha. Nem minden felszólalás van a helyzet magasatán, most nagyon finoman fogalmaztam, ahogy én nézem ezeket, de hogy, hogy látod át a, a dolgok mögötti gondolatokat? A nyelv az nem probléma, ez, az, és ha, ha éppen nem érteném, a, a, akkor ugye azért van tolmácsolás lehetősége is, de ezeken a nyelveken mondjuk nem is kell tolmács készüléken keresztül hallgatni. A felszólalást, ami mögötte van, meg azt most már más sajnos előre tudom, hogy mit fognak mondani, <laughs> vagy szerencsére így húsz év után, meg azt, hogy kik szólalnak fel, azért nagyon sokokat most már igen jól kiismerek, meg azt is, hogy milyen frakció részéről mi várható, milyen felszólalás. Ugye azt nem említettem itt, hogy jött a 2010-es év, és... Attól kezdve, hogy megnyertük a választásokat, és kétharmadok tudtunk kormányt alakítani, attól kezdve egy állandó kihívás az életünk, hiszen azt kell mondanom, hogy nincs is olyan hónap, most már annyi éve, 2010 óta, ugye, az akár hogy vesszük ezt 14 éve, hogy ne lennénk valamilyen módon napi renden, és én akkorra már azt kaptam meg feladatnak, hogy elsősorban ezeket a jogállamisági, belisigasságügyi vitákat próbáljam kezelni, és valahogy az igazunkat elmondani. Aztán 2015-től jött a migráció kérdése, határvédelem kérdése, az is oda tartozott ahhoz a bizottsághoz, amiben dolgoztam, és voltak kemény, nagyon kemény időszakok. És aztán 2019-től azt mondtam, hogy jó, akkor most már kell egy kicsit váltani, és mondták, hogy akkor képviseljem én a Fidesz delegációját a külügyi bizottságban, és erre a külügyi bizottságban jött, kezdtek jönni azok a dokumentumok, amelyek vállalhatatlanok, Én nem beszélve arról, hogy lett egy olyan helyzet a háborúval, ami, amit senki nem látott előre, úgyhogy elég nehéz időszak ez a, a külügyi bizottsági munkát, illetően is. Nem unatkozol? Nem. A gyerekek, amik kint laktatok, megtanultak jó nyelveket? Volt ennyi hozama a dolognak? Igen, de szerencsénk volt itt is, mert 2004-ben az Európai Iskola az indított magyar tagozatot, úgyhogy ők végül is magyar tanároktól, magyar tanrend szerint tanultak. Persze kiemelt nyelvtanulás volt, úgyhogy két nyelvet azért kiemelten tudnak beszélni. Bizottsági munkádról már mondtál néhány gondolatot, de én ahogy láttam, ilyen kiegészítés és plusz bizottságokat is bevállaltál, indiai kapcsolatok, kínai kapcsolatok, hogy hogy van ez, hogy hol a határ, mennyit, mennyit, bírsz, tehát mennyire vagy terelhető. Mert azt látjuk, hogy rengeteget mozogsz, rengeteget dolgozol, hihetetlen sok dologgal foglalkozol. Itt, ott kellett lenni ezekben a bizottságokban, és leosztottuk a delegáció egymás között, úgyhogy ami jutott, Szerintem. azt igen, ott kellett lenni. És igyekeztem, és most is igyekszem mindenhol megfelelni legjobb tudásom szerint. És hát sokan nem tudják, hogy a Fidesz alelnöke vagy, úgyis aktívan dolgozó, vagy azt is elvállaltad, miniszterelnök úr, elnök úr felkérésére. könnyű feladat a mai világban. Nagyon megtisztelő volt ez a felkérés, és nagyon sokat tanulok nap mint nap. Miniszterelnök úrtól, az elnökségtől. Minden, mindig van újabb és újabb kihívás. és nehéz döntések sora, de ez egy, ez egy nagyon felemelő és megtisztelő feladat. Egy kicsit a feladatokról konkrétan. Nekem az természetes dolog, hogy nem állok föl a kis székre, hogy a szomszéd kertjébe benézek, és azt nézem, hogy ő mit csinál. Miért foglalkoznak szerinted a mi szuverenitási kérdéseinkkel? Mi köszönjük szépen, magyarok vagyunk, itt van a hazánk a Kárpát-medencébe, tudjuk irányítani magunkat, Miért akarnak ennyire beleszólni? Nem tudták lenyelni azt, hogy egy jobboldali kormány lehet sikeres Európában. Nem tudták lenyelni azt, hogy ki tudjuk mondani, hogy nekünk a legfontosabb a hazánk, és a magyar szuverenitás mellett állunk ki. Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első. És ezt ki is fejtettük azokban a nagy kérdésekben és nagy csomagok vitájában, ami meghatározta azt, hogy, hogy hogyan meg fogja határozni az elkövetkezőkben is, hogy hogyan élünk. Az egyik ilyen ugye a migráció, ezt említettem. Az, hogy had, mi dönthessük el, hogy kivel szeretnénk, kikkel szeretnénk együtt élni, hogy hogy nézzen ki Magyarország évek évtizedek múlva is és mindent meg is tettünk azért, hogy megállítsuk azt az illegális migrációs hullámot, ami ezt ö, komolyan veszélyeztette volna. Mivel ezt mi kimondtuk, és meg is tettük, ugye a jogi és a fizikai határzárral, ezért aztán nem abban az irányban haladtunk amit elvártak tőlünk, ráadásul egyértelmű volt, hogy sikeresek tudtunk ebbe lenni, mert bebizonyítottuk, hogy igenis meg lehet védeni a magyar határt, ami egyébként egy belső Európa külső határával, tehát Európának is tettünk egy nagy szolgálatot. Ez az egyik. Aztán utána ö, jött a következő kihívás, ami itt van most velünk, a háború, ahol kimerjük mondani, hogy, ö, hogy beszéljünk már végre, ö, valamilyen módon a békéről is, és nézzük már meg, hogy mit lehet tenni azért, hogy a pusztításnak véget vessünk, és ahhoz elsősorban fegyverszünet kell, és le kell ülni, béketárgyalások kellenek, hogy legyen egy tartós béke. Ez ma nem illik bele az európai és egyáltalán a nemzetközi fősodorba, ezért aztán megint egy nagyon komoly, komoly nyomás van rajtunk nap, mint nap. És akkor ott a harmadik téma. Ja, mindig azt mondtuk, hogy nekünk a, a gyermekeink védelme a legfontosabb, és a gender propagandát nem tudjuk elfogadni az iskolákba. Ezzel megint szembe mentünk egy, egy irányjal, és most legutóbb a a bizottság elnöke, Fonder asszony, ezt ki is mondta, hogy például a gyermekvédelmi törvényünk miatt ö, ö, nem fogunk hozzáférni pénzekhez, ezért büntetnek. Eddig ezt így nyíltan nem mondták ki, most már jutottunk a vitákba odáig, hogy már nem is kertelnek, hanem ezt nyíltan kimondják. Hát igen, nehéz kérdés ez. Néha olyan érzésem van, hogy mint ezek a politikusok ott az EU-ban, akik ellenünk beszélnek, az a kollégába más gondolnak, de képesek elfelejteni azt, hogy a gyerekeink és az unokáink jövőjéért felelünk. Nem mindegy, hogy mit adunk tovább, vagy mi lesz itt a világban, és ezért erős van, főleg egy olyan politikusnak, aki ott az első számú helyen ül. És hát ugye ne felejtsük el, június 9-én európai parlamenti választás, legyünk ott, legyünk toppon, mi tudjuk ezeket az alapelveket, amiket tanultunk a történelmünkből, én úgy gondolom, hogy ezeket tartanunk kell a jövőt illetően is. Azt látjuk, hogy épp ezeken a területeken, amit itt az előbb is felsoroltam, komoly hibákat követett el Brüsszel, elhibázott politikát vitt, és ennek megvannak a következményei. Megvannak a következményei, Brüsszel utcáin látjuk, Nyugat-Európa nagyvárosainak az utcáin látjuk, azt, hogy, hogy ott van a terrorizmus, ott van a, a, a fenyegetettség, ott van a, a, az együtt nem élés képesség, most legújabban már nagyon komoly antiszemitizmus, nálunk ez mind nincs, és ezért nekünk nagyon értékes mindaz, ami van, nekünk ezt meg kell védeni, ezért kell nekünk mindenképpen változást elérni és változást uh, sért küzdeni uh, uh, Brüsszelben, az Európai Unióban, amihez a legjobb eszköz az itt van, itt kínálkozik uh, június 9-én az európai parlamenti választásokon. Tehát az a célunk, azt kell elérni, hogy hogy olyan szinten erősödjön meg az európai konzervatív jobboldal, azok a, azok a uh, pártok, azok a amelyek hasonlóan gondolkodnak, mint mi, hogy valóban változást tudjanak elérni az Európai Parlament, illetve általában a brüsszeli uniós politikában. Tisztelettel mindig, nézek mindig azokra az országokra, akik megtartották a tradíciót, a hagyományt, okosan eltanulják azt, ami jó nyugatból, de nem hagyadok módosítani az alapokon. Tehát én is maximálisan hiszek a nemzeti alapba, az identitásba, amikor érzed, hogy ragaszkodsz a gyökereidhez, szerintem csak ez a járható út összességébe. Említetted már, hogy Brüsszel utcáin mi folyik, a nagyvilágban több felé jártál, utaztál, mit tapasztaltál, mit láttál, mi a jövő? A számos ország a Nyugat-Európának, számos nagyváros a Nyugat-Európának már elvesztette azt a hagyományos európai jellegét, amilyennek mi uh, szeretjük, amilyennek mi megörököltük Európát. Uh, ott már a, 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 tör, a demográfiai törvényszerűségek miatt is szerintem nagyon nehéz lesz visszaállni. Tehát azért kell nekünk, ahol még ez nem, nem elveszett, és nem el, elkésett, és uh, uh, nálunk még ez a uh, hibás politika nem, nem volt, nem létezett, hogy ezt megakadályozzuk. Ráadásul van egy nagyon nagy veszély, azt látom, hogy egyre több dolgot szeretne a, a balliberális oldal egy központi döntés aláhozni. Olyan kérdéseket, amit annak idején, amikor a, az Európai Uniót alapították, akkor egyértelműen kimondták, hogy az a legjobb, ha az tagállami hatáskörben marad, mert a tagállamok viselik azt a felelősséget, és tudják a legjobban megoldani ezeket a kérdéseket. Most egyre több mindent vinnének el brüsszeli irányítás, centrális, centralista irányítás alá, és egyre több kérdésben vennék ki a felelősséggel bíró, a demokratikusan megválasztott kormányok kezéből a döntés jogát. Ezek a tendenciák elindultak, és büntetik azokat az országokat, ugye ezek általában a jobboldali kormányok, vagy azokat a pártokat, amelyek kimondják, hogy nem szeretnének több. A Brüsszelbe átadott jogkört, feladatkört, hanem igenis meg kell tartani a, a szuverenitásunkat, meg kell tartani a tagállami hatásköröket. Ezek, ezek elindultak, ezek a papírok készen vannak, ezek a határozatok megszülettek, és egyre hangosabban mondják őket. Ezért a nagy vita arról, hogy sikerül-e ezt nekik meghozni, át tudják-e fordítani azt az egész alapot, amire az Európai Unió eddig épült, és, és valóban el tudnak-e venni nagyon komoly uh, uh, hatásköröket a tagállamoktól, tudják-e nagyon komolyan sérteni a szuverenitást, ez pedig az elkövetkező 5-10 év nagy vitái lesznek. Úgyhogy én azt látom, hogy a 2024-es választások után, európai parlamenti választások után bizony nagyon komoly uh, mi alap, merre menjen az unió tovább, mi legyen, hol legyen a tagállamok szövetkezése, vitákra készülünk. Ezért is fontos, hogy mi legyünk ott többen, akik ezt a, a, a hazánk érdekét, a szuverenitását képviselik, és nem azok lesz legyenek többségbe, akik minél több centralizmust akarnak Brüsszelnek adni, és minél több jogkört elvenni a fővárosoktól. És ne felejtsük el, hogy az EU eleve keresztény demokrata alapon jött létre. Keresztény demokrácia alapelvei alapján épült föl, és ez már régen nem arról szól, sajnos. Egy háborút már emlegettünk, az orosz háborút, mennyire békepártiak vagyunk. Mi a helyzet Gázába? Hogy mindannyian megdöbbentünk és meglepődtünk, hogy mekkora feszültséget szított valaki ismételten a háttérből, hogy kitörjön egy újabb konfliktus. Szerintem aki ezt ezt létrehozta, azt se gondolta, hogy ekkora baj érez. Hogy van most ez a helyzet? Ugye azt kell látni, hogy nagyon súlyos terrorcselekményt követtek el Izraelben, Izrael ellen. Az, hogy ezt a, ö, ö, el tudta követni ez a terrorista szervezet, az ö, azért tudta, mert azelőtt is és azóta is felhasználja a civil lakosságot. És a civil lakosság mögé bújik. Láttam, hogy milyen tankönyvekből tanítják a, a gyerekeket, és hogy milyen zsidó ellenes doktináció megy. Tehát gyakorlatilag megágyaznak a terrorizmusnak. Aztán kiderült ugye, a terrorcselekmény után, hogy gyakorlatilag az épületek alá elhelyezett fegyverraktárak sokasága van, és most már az is kiderült, hogy azok, akik segélyszervezetekben dolgoznak, vagy segélyszervezetek révén pénzt juttatnak az országba, óriási segélyek mennek a Gáza jövezetbe, Palesztinába, hogy azoknak egy része az mind a terrorszervezetnél köt ki. Tehát meg kell nézni azt is, és ebben a magyar biztos egyértelműen kinyomta, hogy mehetette uniós pénz például direkt, vagy akár indirekt módon ennek a terrorszervezetnek a segítésére. De most nekünk az a legfontosabb, az a, legnagyobb a legfontosabb érdekünk, hogy tovább ne eszkalálódjon ez a helyzet, és ne legyen ott egy teljes térségbeli konfliktus, mert az megint azt jelenti, hogy elindulnak a tömegek, nő a migráció, és gyakorlatilag Európának megint a stabilitása kerül veszélybe. Olyan érzésem van, mint valamikor tudod a szemellenzős ló, hogy csak előre az útra. Valamit akarunk, akkor meglátunk, valamit nem veszünk észre, nem látjuk meg. Itt van a kisebbségek jogainak a rendelése, hogy mi nekünk szívünk csücske, hogy a Kárpát-Perencében mi magyarok itt vagyunk, összetartozunk, vigyázunk egymásra, figyeljünk oda. Azért a jogok nem minden országban egyformán vannak értékelve, kezelve. Néha szoktam mondani, hogy Magyarországon, amit teszünk, és amilyen szabályozás van a kisebbségekkel kapcsolatban, az egy teljesen pozitív és példaértékű. Miért nem tudnak ők is így állni a kérdéshez? Ez politikai akarat kérdése. És azt látom, hogy mindig, amikor valamilyen, ezekben az országokban valamilyen komolyabb belpolitikai konfliktus van, vagy választások vannak, akkor újra meg újra elő lehet venni a kisebbségi kártyát, és, és lehet ezzel manipulálni. Én most látom, hogy Erdélyben sem lesz most megint könnyű, ott olyan négy választás lesz az idén. Úgyhogy és nem beszél arról, hogy mi zajlik Kárpátalján, ahol, ahol már megszerzett jogokat vettek el, ahol, ahol olyan jogszabályokat fogadtak el, amely gyakorlatilag ellehetetlenítette az anyanyelv tanulást, a, a nyelvhasználatot, és, és azt látjuk, hogy ígéretek vannak, de hogy ebből mikor kerülnek visszaadásra ezek a már létezett, megszerzett jogok, ez még mind a jövő zenője. Ezért is nagyon fontos, hogy ezek a kérdések azelőtt kerüljenek elő, mikor, mielőtt bármilyen komoly csatlakozási folyamat elindulna. Ezt, ezt láttuk, hogy annak idején Románia esetében is e, fontos volt hangsúlyozni, és hiába lettek bizonyos jogszabályok elfogadva, nem biztos, hogy ezt a, a gyakorlatban tud érvényesülnek, illetve amikor kell azt látom, hogy még a pártok, mindig fel, politikai pártok felhasználják a, a, a kisebbséget arra, hogy, hogy hangulatot szítsanak, aminek nincs helye. A, ma a legnehezebb helyzetben a kárpátaljai magyarok vannak, és... Mindent meg kell tennünk, hogy mellettük kiálljunk, az érdekeiket érvényesíteni tudjuk, akár a nemzetközi intézményeken keresztül. Ez a kisebbségi fegyver mindig előjön Erdélybe, és Kárpátalján és Felvidéken, és ezeket látjuk, ezeket a kérdéseket. Kormányzati stratégiát meg lehet-e fogalmazni az Európai Unión belül? Tehát mi az, ami a magyar kormány? biztosan ki fog tartani, mik azok a fő irányvonalak, amit képviselünk. Ugye készülünk egy uniós elnökségre 2024 második felében, ami egy nagyon nehéz időszak lesz, hiszen éppen akkor alakul újra az Európai Parlament, az Európai Bizottság és egy turbulens időszak lőtt. Ebben az időszakban is azt Tűztük célul, hogy lehetőleg minél többet a magyar kormányzati álláspontból tudjunk ismertetni az egész Európai Unióval, és ennek nincsen jobb időszaka, mint épp egy elnökségi időszak. Nekünk nagyon fontos, hogy az értékeink melletti kiállást, az illegális migráció ellenes. Küzdelmünket, a külső határok védelmét, ezt át tudjuk vinni, és, és el tudjuk ezt mondani. Sajnos a migrációs paktumot ráerőltették egész Európára. Ennek a következményeit minnyáján fogják szenvedni, és igyekszünk mindent megtenni, hogy ezt, ezt nekünk ne, ne, kelljen végrehajtani. Úgy fogadták el, hogy mi azt végig elleneztük, és gyakorlatilag megpucsolva nem lehetett ugye, megvétózni. Aztán az értékeink melletti kiállást a családpolitikánk hangsúlyozásával is szeretnénk képviselni, és azt, hogy a demográfiai kihívásokra mi nem a bevándorlást, hanem a családpolitikai intézkedéseket látjuk megoldásként. A, ugyanúgy el szeretnénk mondani, hogy az egész térségnek, egész Európának, Magyarországnak is külön nagyon fontos, ha már bővítésről beszélünk, akkor a Nyugat-Balkán bővítése történjen meg. Ez lesz egy olyan prioritás, amit szeretnénk felvinni. És hát természetesen nem fogunk engedni abból az álláspontunkból, hogy nekünk a szomszédunkban béke kell, és meg kell állítani ezt a pusztítást, és ehhez pedig nem további fegyverszállítás kéne Európa részéről, hanem végre fegyverszünet. Az én igazságérzetemet egyébként a legeslegjobban az sérti, amit a mutkai beszélgetésben felosztam, ez Orwellnek az Állatfan című novellája, Ugye benne van, hogy minden állat egyelő, de vannak egyelőre. Ez, ez nekem döbbenet. Hogy, hogy Ezt lehet... megtanította nekünk az Európai Unió, Igen. és azt a kettős mércét, amivel mérnek minden, mindig, amikor éppen Magyarországról van szó. Most látjuk, uh, mikor látjuk, mi, uh, amióta uh, kormányváltozás volt Lengyelországban, hogy mit jelent a kettős mérce, amivel mér az Európai Unió, mert attól kezdve, hogy, hogy a jobboldali konzervatív kormány eh, eh, Megbukott és új kormány alakult egy balliberális néppárti nagy koalíció. Attól kezdve a legsúlyosabb jogsértés, a legszembetűnőbb jogállamiság típrás sem jelent semmilyen komoly problémát, szemet nem reagálnak. Meg is kérdeztük az Európai Bizottságot hivatalos kérdésformájában, hogy miért hallgatnak. Mert ha ez ugyanez például Budapesten történne, akkor ellenünk már a szavazati jog megvonásával léptek volna föl. Szörnyű, az ember úgy belegondol, hogy ez napi küzdelem, amit ti végeztek, hogy ti végrehajtotók. Hogy látod a világot, akár az emberi jogok, akár a kisebbségi jogok az elmúlt évtizedekben fejlődtek, stagnáltak, visszaestek? Te mit érzékel ez, mint uh, ilyen területen dolgozó jogász? Az lett a probléma, hogy az utóbbi évtizedek, évtizedben mondom így, mert az konkrétan kézzel fogható számomra is gyakorlatilag az emberi jogok, mint olyan, az egy ideológiai küzdelemnek, ideológiai küzdelmeknek a csapdájába esett. És mindig akkor használják az emberi jogokat, és azok, akiknek éppen ideológiai megágyazásra szükségük van a bal és liberális vagy zöldek részéről, és ha éppen nekik úgy kedvez, akkor ők ugyan sárba tipporhatják ezeket a jogokat, az nem számít. Ugyanígy van az egész demokrácia felfogásukkal, hogy az demokrácia, ahol ők nyernek, ha véletlenül nem ők nyernek, hanem jobboldali kormány, mert valahol, akkor rögtön az, az nem demokratikus, az autokratikus, és ott a demokrácia sárba tiplása zajlik. Tehát ez, a, ez a probléma, hogy ez a, az ideológiai küzdelem, ez gyakorlatilag minden ilyen, ha megnézzük, hogy az Európai Parlament milyen emberjogi dokumentumokat, határozatokat fogadott el az utóbbi időbe, az, az, mind azt mutatja, hogy akkor van valamire elfogadva egy dokumentum, ha az éppen úgy tetszik a balliberális oldalnak. Bármely tisztességes magyar közösségbe kiközösítenék őket, ha nem állnának velük szóba, ilyen gondolkodásmód mellett, mit szerez főzni? Szoktál főzni? Igen, hogy nem. Mit szeretsz? A család mit szeret legjobban? Mire mondja azt, hogy anya, ez volt a legjobb? Nagyon változatos. Most így hirtelen nem is tudom megmondani, de, de nagyon szeretik a töltött káposztámat. <laughs> És ott bőven kell készíteni, mert az minden elfogy. De hát én mindent készítek, úgyhogy ami, amit éppen ad a... A, a rendszer. Minden tesznek, és az a lényeg, hogy mindig valami más legyen. Mindig változatos kell legyen. Nem azt szeretném megkérdezni, hogy mi lesz a következő, amit főző, hanem mik a terveid? Mit szeretnél tenni? Mi az irány? gondolsz a váltást, változást? Mik a, mik a holnap, a holnap után, a következő hónap, a következő évek feladatai? Hogy érzed? Ha uh jó megsegít, és a Fidesz válaszmánya is úgy gondolja, akkor maradok még egy ideig az Európai Parlamentben, mert van konkrét feladat, jobb oldalon építkezés kell, erősítés kell, jobb pártok közötti együttműködésen érdemes dolgozni. Ez egy nagyon szép és, és, fontos kihívás, úgyhogy ez meg is határozza a munkám mindennapjait. És mivel zajlani, fog még elég sok ö, ö, támadás ellenünk. Én azt látom, hogy ott a helyünk a vártán, és, és el kell mondanunk a, az igazunkat. És ö, igazából az a lényeg, hogy a magyar emberek érdekeit tudjuk ö, megjeleníteni Brüsszelben, és nem fordítva, nem Brüsszel érdekeit ö, ö, itthon ö, előadni, mint ahogy azt a magyar baloldal teszi. Hölgyeim és uraim, egy valaki közülünk, aki kint van Brüsszelbe, állja a sarat, állja a szembeszelet, és küzd a mi nevünkben is. Hát kérem, támogassuk Kingát, hogy sokáig ott legyen. Köszönjük szépen még egyszer Gál Kingának, hogy elfogadta a ma esti meghívást, és remélem mindenki jól érezte magát ma este. Köszönöm szépen, hogy eljöttek és meghallgattak. És mindenkire számítunk június 9-ig. támogatta a Polgári 60ért Közhasznú Alapítvány.